Folytatjuk tovább a FEM3 kafét, méghozzá egy nagyon érdekes témával. Méghozzá, hogyha idősebb, érettebb fejjel üzenhetne az ember fiatalkori önmagának, vajon mit üzenne? Itt van velünk Oltai Róbert és Gesztesi Károly. Jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Akikkel lamentálunk egy kicsit erről a témáról, de mi előtt ezt elkezdenünk? Nagyon nagy barátok vagytok, de mikorra tehető a ti barátságotok? Mikor kezdődött el ez a jó kapcsolat köztetek? Én tudom. Vagy már nem tudok visszaemlékezni. Én tudom. Na, akkor mond. Ha te erre gondolsz. Nem Baracsony. Hiszem, hogy erre gondolsz. De arra gondolok. Én nagyon érzékeny vagyok Kaposfer. Arra, nem. Tehát nekem a te jártál esetleg, vagy láttál előadásaikat. Nem. Vagy... Te azt mondtad. Akkor bocsánat. Na, akkor mondja elő, hogy én mit csináltam, meg elmondom, hogy megértitek egymást egyébként? Volt egy három nővér, vagy nem, éjjeli menedékhely volt. Nálatok lent, akkor még nem voltál. Igen. És azt mondtad nekem, meg az első feleségemnek, hogy nézzük meg az előadást, utána az Asher tartott valami tájékoztatót, miután kiderít, te mondtad azt neki, hogy ez volt az utolsó, Tamás. Itt már nem kell neked semmit elemezni, de te megtetted nem, azt. Nem, ő azt mondta erre, nem ebbe a darabba volt, nem pont akkor, de valóban baj, azt mondta, hogy többet már nem játsszuk. Többet már nem játsszuk a darabot. De mi nálad? Miért kell? Ott laktunk. Igen. Nálad. Ja, hogy a színészházban. Nem a színészházban laktunk, nem a házadban laktunk, ott volt. Nekem házam nem volt. Én viszont tudom, hogy nekem mikor lett nagyon szimpatikus a Karcsi, amikor mindig úgy belógtam a Sose halunk meg, ami most 25 éves. Sose halunk meg című filmet, és belógtam az Urániába, mindig néztem jobbról, balról, és egyszer csak az Elkéről lenéztem, és annyira jól esett, hogy a Csarnói Zsuzsival ott ültetek. Első feleségem. És hogy egy fiatal színész is érdeklődik, és néztem. Nem az, hogy érdeklődik, hanem már nem is kell megszólalnod, de az egész adást megcsináljuk nélkületek. Látjuk. Igazából annyi történt, hogy Robi, várj, ez fontos, mert ő ilyen, hogy a szék mellől, tehát a végén, amikor megszólal a nagy nóta, ugye a dés nóta, és látom, hogy tetszett, tehát a szék mellől, tehát nézett minket. Így. Hát persze. Találtunk egyébként rólatok egy közös képet, nem tudom ez mikor és hol. Igen, hát ez a igazi komoly közös munkánk. Igen. Amiben szenzációs volt a Karcsi. Nem. De egyébként az élet más területén megértitek egymást, mert most annyira furcsán beszélgettek, annyira hogy megérti, egymás mellett beszélgettek. Nem találkozunk, mert nem kell találkozni, mert értjük egymást. De ez a jó barátság, nem? Azt mondta, hogy tudod te, hogy kell ezt például ebben? Hát tudta. Hát ott abban volt egy jelenet, amikor egy kis, úgy hívják, hogy búgatópor. Így egyszerűen, hogy amitől lelkes lesz az is, aki nem lelkes. Magyarázzál a Berkinek, légy szíves, mert nem tudja. Tudod, és vasalás. Azt fantasztikusan játsz, finoman játszotta, de... Édeben. Hát igen. Nem, igazából Robival úgy vagyunk szerintem együtt, hogy nem beszélünk szerintem 10 évig, 20 évig. És de 10 éve biztos, hogy beszéltetek, mert 2007-ben volt a Megy a gőzös című film, aminek egyik hát szereplője volt. Azért jöttünk most, nem, hogy a 10 éves jubileumunkat akár, most. Akár. Ezt nem tudtam. Igen? 2007. Neked jubileum ott van. Én nem tudtam erről. Mindegy, ünnepeljünk. Tehát igazából a Megy a gőzös című filmnek a jubileum, igazából, akkor most igazából, amit én, hogyha mondtatok valamit, akkor azért kéne neki dolgoznia még többet. Most nem tudom, miért nem dolgozik, majd ezt elmondod. Dolgozom én. Jó, de nem úgy. Kevésbé filmekkel. Filmeket kéne csinálnia, mert ő volt az, hogy ott álltuk, és figyelj ide. Mert tudom, hogy te is kacérkodsz ez a színészetben. Hát, módjával. Ő volt az, hogy gyere be, mondd el, hogy van az a mondat? Jó az úgy, ahogy van. Tehát ő ki tudja választani egyből a színészt arra a szerepre, amit meg kell csinálni. És ez hát tök egyszerű. Nem van, hogy ez ugye maga a színházban is ennyire sikeres a művész úr, nem Robi azért. De akkor hát most már beszéljünk a Karcsiról is. Hagyjuk. Hát igazából a Karcsit kiemeltünk 2007-ben. Nagyon jó volt, ugye? Mint tudjuk, a Megy a gőzösben. 2017-ben már nem. Nem, csak 2000, most van a jubileum a Karcsi. Azért beszélünk arról. De mi volt az alapkérdés?
Mit szólnátok hozzá? Igen, tehát hogyha hogy beszélgetnénk az alapkérdésről, tehát hogyha most üzenhetnétek a fiatalkori éneteknek, 20-30 éves Robinak és Karcsinak, mit üzennétek? Robi, hát ahhoz kell egy csöppet számolni, hogy ugye most van 17. Ezt imádom, ezt tudja reggel 6-kor hozni a vasútállomáson. Hát azt, hogy, hogy lehetőleg ugyanezekkel az emberekkel dolgozzon, ugyanilyen metódusban, legyen kíváncsi. Igen, ez az igazi, ez igazi üzenet, hogy aki nem kíváncsi, az, az nem tudja felvenni annak a kornak a rezgéseit. Én nekem ez volt a titkom, ha volt titkom, hogy tényleg kíváncsi voltam, és szerettem együtt lélegezni, együtt nevetni, esetleg együtt változtatni dolgokat azzal a csapattal. De igazából akkor ezek szerint önmagadon nem változtatnál, vagy a sorsodon, az életutadon nem változtatnál, jó úgy, ahogy, hát, ahogy van? Nem hinném, hogy különösebben változtatnék. Meg nem tudom, az embernek mindenkinek megvan a maga sorsa, hogy most nemrég beléptem a Katona József Színház Kamra Mi osztályunk című előadásba, és abba hangzik el ez a mondat, hogy mindenkinek megvan a maga sorsa. Ráadásul ez nekem végszó, amire el kell kezdenem énekelni egy akkor mielőtt Bodnár Erika mondja. Ja, az előadás, hittem most kezdesz énekelni. Nem, azt is, ha kell, akkor bármikor. Nálad, Karcsi, hogyha visszamennénk 30 évvel az akkori... Nem, én akkori... azt mondanám, bocsáss meg Robira rímelve, hogy azt mondta egy nagyon-nagyon kedves pap barátom, hát de semmi ige hirdetés nem lesz ebből. Azt mondta, hogy amikor a harmadik feleségemet fogyasztottam, úgyhogy vigyázz, és neked szól a ajándékban. Nekem még az első sincs meg, Robi. Nem baj, tudom, na már látod, a nevünket megcserélhetnék tényleg. Hogy egyre több keresztet fogsz hordozni a hátadon. Jó, mondom, uram. És ezt mondanád visszafelé is egyébként? Tehát úgy érzed, hogy mondjuk az elmúlt 30 évben te igazából kereszteket raktál magadra? Nem, igen, de kimerem azt mondani, hogy például, most minden is lesz egy felkérésem, és elkezdtem énekelni azt a dalt, aminek a főszerepét el kéne játszani egy musicalnek, és azt tett, úgy mondom, hogy mélyebb színészé. Tehát nekem az nagyon jót tett. Én tudom, hogy sok fájdalmat okoztam embereknek, mindenkitől elnézést kérek, próbálok anyagilag. Hát most mit tudsz csinálni? A más sem, maximum hát nem. Megszeretettel, meg a gyerekeim mindig ott vannak mellettem. De hogyha tényleg az egót nézed, amit a Robi mondta, hogy te egy szemébe ott vagy, hát a végén mi van? Hát a végén ott állsz egyedül, és kinyitod, és Isten azt mondja, hogy na akkor mi van ott? Hadd nézzem. Tehát a végén egyedül leszel. És én el tudok számolni, tehát a kérdésedre a válasz, minden pillanattal el tudok számolni. Voltak benne rettenetesen rossz döntések. De ezeket akkor is jó volt megélned, nem így visszagondolva? Tehát ezt meg kellett, mondom. Hogy éled. Nem az, hogy jó volt, hanem igaz volt. Vagy hasznos, nem a továbbiakra nézve. Azt hasznos meg volt. Utána tudjuk csak tízegy néhány évvel, hogy mennyire hasznos, de az, hogy igaz volt, abban biztos vagyok. Tehát akkor én, Gesztesi Károly, 30 évesen, 40 évesen, a Berki, 30 évesen, kimondom, és akkor azt megélem. De ennél fontosabb nincs a világon. Tehát az, hogy lehetne az, hogy lehet lavírozni mindenki között, meg azt, hogy na, így is lehetne, úgy is lehet, nem. Kimondjuk. És a Robi is ilyen. Hát... Nagyon szépen köszönjük nektek. Nekem abszolút lejött. Én kíváncsi leszek továbbra is, ahogy a Robi fiatalon volt. Kacsi az egyedüli, akire nem lettem volna féltékeny, sőt, terveztük is, csak akkor kicsit másról szólt az életed, hogy a Gyuszi bácsit a musicalben, egy csodálatos musical is van, ugye a Sosalunk, megből a... Nagyon büszke lennék. A Dés Lacival beszéltünk, hogy te lehettél volna Gyuszi bácsi utána, mert Isten ilyen énekel, és hát kicsit ő is Gyuszi bácsi. Akkor miért nem adja meg?
Hát ez minden volt, amikor nem értél rá egyáltalán. Amikor borzalmasan nem értél rá. Gyakorlatilag 10 éven egyszer találkoznak, most megteremtettük a lehetőséget, úgyhogy itt folytassátok, és maradjatok a mai napon együtt, beszélgessetek. Köszönöm szépen, ne udvarolj, köszönjük szépen. Nem merek egyedül maradni vele.